Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Kókai Mónika vagyok. Szeptember 18-a Vanadiának ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Szerbiának felül kell vizsgálnia a migrációs politikáját, hangsúlyozta Pásztor István közügyek című hírháttér műsorunkban. Újabb termékek lesznek olcsóbbak Szerbiában. Új mentőautóval gazdagodott a Szabadkai Egészségház. Ökumenikus kenyéráldással, közös imádsággal és a magyar himnusszal nyitották meg a vajdasági magyar ünnepi játékokat Palicson. Szerbiának felül kell vizsgálnia a migrációs politikáját, hangsúlyozta Pásztor István közügyek című hírháttérműsorunkban. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta, az országban nem csak bandaháború zajlik a migránsok között, hanem a szervezett embercsempészet is virágzik. A fokozódó migrációs nyomás tarthatatlan, ellehetetleníti a polgárok mindennapjait, mutatott rá Pásztor. A politikus arról is beszélt, hogy Szerbiára még 2015-ben rá lett erőszakolva az Európai Unió migrációs politikája, amit az ország annak reményében fogadott el, hogy egyre közelebb kerüljön a csatlakozáshoz. Az Unió által tett ígéretek azonban elmaradtak, magyarázta a VMS elnöke. Pásztor István szerint egy megoldás van, amivel javulna a jelenlegi állapot. Én azt gondolom, egyetlen egy megoldás van, hogyha ezek az emberek addig, ameddig nem kapnak menedékjogot, nem hagyhatják el azokat a központokat, amelyeket valahol a határ közvetlen közelében kell létrehozni. A makedón-szerb határ közvetlen közelében, és akinek papírja lesz arról, hogy menedékjogot kér és kap, az bejöhet, aki pedig nem, azt vissza kell toloncolni. Minden egyéb más tüneti kezelés. Én látom a rendőrségnek ezt a nagy erőbevetését. De az igazság, hogy picikét tragikomikus, hogy fölmúl 200-300 rendőr drónokkal, helikopterokkal, hőkamerákkal és minden egyéb mással, megtalálnak 300 migránst, berakják őket az autóbuszba, elviszik őket a befogadóközpontba, ami nyílt befogadóközpont, megpihennek, megmosakodnak, föltöltik a telefonjukat, és újra itt vannak, mert a láncban ott vannak a taxisok, akik hozzák őket. Folyamatosan nő az Észak-Bácskára nehezedő migrációs nyomás a szerb-magyar határmenti településeken. A gazdák a napraforgót és a kukoricát is csak óvatosan aratják Horgos, Királyhalom és Hajdújárás térségében, mert azt ültetvények között is migránsok tanyáznak. Egyesek gyümölcsösségbe is bemernek menni, a termelők almát nem mernek szüretelni. Azt állítják, az embercsempész bandák nem engedik be őket. Azt mondják, ez az ő területük. Nagy a nyüzsgés a szabadkai befogadóközpontban és annak környékén, telt ház van, de nagyobb csoportokban tanyáznak a migránsok a befogadóközpont melletti bozótosokban és a fák hűvösében is. Egyre többen érkeznek, túlnyomó többségük most Szíriából, a bolgár határon átszöknek be Szerbiába. I'm from Syria and I want to go Aruba to work for work. And how much money is the route from Syria to Europe? And who help you? People smugglers help you? My family now help me, but I'm going to Aruba and send money from Syria. A szíreken kívül afgánok, irakiak, pakisztániak gyülekeznek a szabadkai befogadóközpont környékén. Úgy tudjuk, nem csak ott és a Szabadka környéki erdők illegális migráns táboraiban vannak sokan. A közösségi oldalakon megjelent bejegyzésekben arról is olvashattunk, hogy Szabadkán, a városközponthoz közeli sétaerdő környékén, ahol egyébként futó- és teniszpályák, gyermekjátszóterek, illetve erőnléti kondíciós eszközök találhatók, illetve a nyugdíjasok egyik közkedvelt sétálóhelye is. Tehát annak környékén állítólag vasárnap reggel migránsok egy csoportja rátámadt egy kutyáját sétáltató idősebb asszonyra. Ezt azonban a rendőrség nem erősített.
erősítette meg. Azon a környéken egyébként Szabadka Sugárút városrészében több nagyobb panzió is működik, ahol gyakorlatilag legálisan tartózkodnak a migránsok, akik általában török útlevéllel érkeznek. Ez már Horgos külterülete. Az autópálya melletti benzinkúton várják a taxisok, az illegális bevándorlókat, akiket a közeli Királyhalom és Hajdújárás településekre szállítanak. Baté Lukács horgosi gazda napraforgó ültetvényein rendszeresen vonulnak át a migráns csoportok. Most látott neki a betakarításnak, attól tart, nehogy a kombájn átmenjen egy-egy alvó migránson. Borzasztó, amit csináltak, tehát befeküdtek, aludtak, piszkoltak. Nem tudom. Tehát nagyon el vagyunk keseredve ezzel a migráns dologgal, hogy az illetékesek nem csinálnak semmit, nem az érdekünket nem képviselik, csak a kár van belőle. Nem jobb a helyzet a királyhalmi gyümölcsösökben sem. Almaszüret van, de sokan ki sem mernek menni leszedni a termést, mert a migránsok azt mondták nekik, az az ő területük. Bata Csaba almása a Szelevényi erdő alatt van, ahova naponta akár 5-600 migránst is hoznak a taxisok, mondta a gazda. Sűrűn-sűrűn betévednek ide a tonyába. Hát inkább vízé, áramé, stb. Tehát inkább azért jönnek be, vagy pedig azért, mert egyszerűen csak elkóvaljanak, eltévednek. Ilyenkor hogy reagálnak? Hát ilyenkor úgy reagálunk, hogy hát leginkább próbálunk erősen fölépni, és akkor elzavarni, elküldeni őket. Mert hogyha az ember egyszerűen beengedi őket, ide szoktatja őket, akkor aztán meg se vége se osz. Hát ezek a telefonon bejelölik ezeket a helyeket, ahol lehet ellátmányt kapni, és onnan aztán nem lehet őket kiűzni. Bata Csaba szerint ezen a környéken kora estétől a hajnali órákig tömegesen vágnak neki a migránsok a magyar határkerítésnek. Tizenhat új termék lesz a Jobbár akció listáján, jelentette be Alekszandr Vucic szerb államfő tegnap este a Pink televízióban. Jelenleg 37 áru szerepel a listán. A távolabbi, további olcsóbb termékek között említette a lekvárt, amely 290 helyett 199 dinár lesz. Külön kiemelve az eprest, amely 229 dinárba fog kerülni. A napraforgó olaj ára pedig 160-ról 144 dinárra csökken. A T500-as liszt 79-ről kevesebb, mint 50 dinárra esik vissza. Az emelésekről szólva ismét megemlítette, hogy az oktatásban dolgozók, az egészségügyi nővérek és az ápolók szeptembertől 5,5%-os bérnövekedésben részesülnek. Januártól pedig 10-11%-os további emeléssel számolhatnak az alkalmazottak. A nyugdíjasok juttatása október 1-től 5,5%-kal növekszik majd, 14,8-al, ami több mint 21%-os emelést jelent januártól. A minimálbérről elmondta, 402 euró lesz januártól. Új mentőautóval gazdagodott a Szabadkai Egészségház mentőszolgálata. Az egészségház így már 14 járművet tudhat a magáinak. A jármű a legmodernebb felszereltséggel rendelkezik, egyebek mellett dupla hordággyal, kardiológiai székkel és oxigénpalackokkal van ellátva. Ovo vozilo će mnogo doprineti u radu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Subotica i biti od velike koristi svim građanima Subotice i okoline. Vozilo je opremljeno najsavremenijim dvodelnim nosilom koje je namenjeno za transport i najsavremenijom, najmodernijom kardiološkom stolicom kao i dovodom za kiseonik što ga svrstava u red savremeno opremljenih vozila. Ovo vozilo koštalo je 6.400.000 dinara. Osim ovoga, znači naša lokalna samouprava na čelu sa gradonačelnikom omogućila nam je i kupovinu aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša koji košta 1.908.000 dinara. 101,7 millió dinárt különít el a tartományi kormány a júliusi viharokban megsérült vallási épületek felújítására. Pénzt biztosítanak egyebek mellett a szabadkai nagybecskereki és a szerémségi egyházmegyének. A szerb ortodox egyházmegye érintett templomai Bácskában, Bánátban, Szerémségben és Sebacon találhatók, amelyekre pénzt szán a tartomány. Emellett a zsidó hitközséget, a görög katolikus egyházat és a református keresztjének
egyházat is támogatják. A tartományi kormány emellett 20,8 millió dinárt szán a rossz állapotban lévő Karlócai Szent Háromság római katolikus templom felújítási munkálatainak befejezésére. Ukrajna nem adja fel a területeit a béke megteremtése érdekében, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij az amerikai CBS-nek adott interjújában. Az ukrán elnök rámutatott, hogy országa ezzel az egész világ érdekeit tartja szem előtt. Kiemelte, Ukrajna továbbra is igyekszik felszabadítani az orosz megszállás alatt lévő területeket. Zelenszkij ugyanakkor elismerte, hogy katonái nehéz helyzettel néznek szembe, ugyanis az ellentámadás nem halad elég gyorsan. A hírek közben az is megjelent, hogy Kijev beperelheti Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát a gabonatilalom miatt. A három közép-európai ország által bevezetett tilalom célja, hogy megvédjék a gazdáikat az ukrán gabona saját piacaikra való beáramlásától, miután Oroszország blokád alá vette a Fekete-tengeri ukrán kikötőket. Már több mint 11 ezer halálos áldozatot követelt a líbiai áradás. A mentési akció folyamatos, amelyhez nemzetközi segélycsapatok is csatlakoztak. A humanitárius ügyek koordinációs hivatalának becslései szerint mintegy 880 ezer ember él jelenleg árvízsújtott a területen az országban. A líbiai országos meteorológiai központ egyébként 72 órával a heves esőzések és az áradások előtt figyelmeztetést adott ki és rendkívüli állapotot hirdettek. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Elkezdődött a 30. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. Ivana Voleta szerb távolugró nyerte a Gyémánt Liga döntőjét. Ökumenikus kenyeráldással, közös imádsággal és a magyar himnusszal vette kezdetét a 30. vajdasági magyar ünnepi játékok Palicson, a Vigadó dísztermében. Az eseményen népdalénekek, citeramuzsika és zenés-verses produkció is volt. Átadták a Bodor Anikó díjat, valamint az Így kell járni című néptáncoktatói képzés tanúsítványait is. Sok éven át. Ökumenikus kenyéráldással és közös imádsággal vette kezdetét a 30. vajdasági magyar ünnepi játékok. Az igét Monsignor Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzója, Harangozó László református püspök és Dolinszky Áron evangélikus lelkész hirdette. Az eseményt Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. A vajdasági ünnepi játékok rendezvénye a számvetés helye. Évenként ilyenkor egy szeretkéjét láthatjuk annak a vajdasági magyarságot megtartó és gazdagító kincsnek, ami fellelhető nálunk. S büszkén állapíthatjuk meg ezúttal is, hogy a művédési egyesületeink, szervezeteink bástyaként állnak, s tudjuk jól, ha bástyáink erősek, a várunk épp marad. Az idei ünnep különleges, hiszen idén ünnepeljük sorrendben a 30. vajdasági magyar ünnepi játékokat, amit a Vajdasági Magyar Művédési Szövetség alapított. Felelvelenítve egy valamivel több mint 70 évvel ezelőtti művelődési eseményt. Az ünnepi játékok kezdete egészen 1952-ig nyúlik vissza, akár csak a mostanit, azt is Palicson tartották. Majd hosszú kihagyás után 1992-ben élesztették újra a hagyományt. Az eseménysorozat célja a hagyományok és a magyarság tudat megőrzése, ehhez pedig az év folyamán több eseménnyel is hozzájárulnak. Nagyon fontos lesz majd októberben a Vajdasági Magyar Kórusok találkozója Adán, a Magyar Szórványnapi Központi Ünnepség a tervek szerint a Nyugat-Bácskában Szilágyin, a délvidéki magyar színjátszás napjához kötődően is nagyon fontos eseményünk lesz, még pedig a Népszínházban és majd későbbiekben a többi színházban, mint Újvidéken, mind a Kosztolányi Színházban amatőr színjátszóink vendégszereplése is. És hát bízunk benne, hogy még képzőművészeti tárlatokat, akár ezt a tárlatot is tájolni tudjuk majd. A nyitó ünnepségen adták át a Bodor Anikó díjat, amelyet idén a Koncz Lázár vezetésével tevékenykedő Oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület névzenei szakosztálya nyert el. Szinte alig jutok szóhoz, mert minden elismerés, minden valamire való díj, már pedig ezt gondolom, hogy hát azért valami súlya van neki, az mind ugye jó jön az embernek,
Hát úgy gondolom, hogy a művelődésbe eltöltött körülbelül 40-ennyi-mennyi éve óta valamennyire talán egy kicsit visszatudtam belőle adni ebből. Az ünnepség fellépői olyan hagyományőrző és értékteremtő csoportok, személyek voltak, mint a palicsi Szederinda népdalkör, a török-kanizsai Tiszácska leánykar, az újvidéki székhelyű vajdasági magyar népművészeti és közművelődési központ néptáncosai, Pálfi Ervin és Mezei Kinga, Jászai Mari és Pataki Gyűrű díjas színművészek, továbbá Németh György zongoraművész és Csonka Ferenc, Halmos Béla Vándor díjas prímás. A program keretében Gyurkovics Hunor képzőművész alkalmi tárlatát is megtekinthette a közönség. A rendezvény egyébként a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű országos rendezvénye. Az ünnepi játékok megnyitójáról készült felvételt 21 órától láthatják a Pannon televízió műsorán. A Rákóczi Szövetség idén is meghirdeti diákutaztatási programját az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan Kárpát-medencei középiskolások részére. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen, és egy másik iskolával közös programot szervezzen. A felhívás alapján 300 ezer forint utazási kerettámogatást nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje 2023. október 5-e, a kirándulásokat 2023. október 14-e és október 29-e között kell megvalósítani. Nemo kapitány és legénysége mutatkozott be az Újvidéki Színház színpadán szombat este családi musical formájában. Ezzel a bemutatóval, ami egyben ősbemutató is, kezdődött meg a színház új évada. A Nautilus tenger alatt járó és legénysége rejtelmes, izgalmas történetének lehettek tanúi az Újvidéki Színház nézői. Az előadás több témát is boncolgat. Sirmer Zoltán a darab ellenpontja volt, komikus szerepével könnyítette a darab komolyságát. Igen, én vagyok ennek az előadásnak ez a viccelkedős, nyers, kicsit ilyen primitív, erő alakja, és hát igen, viccelkedek, de hát ugye nekem a folyamatos szökés a célom. A darab során ismerkedünk az érdekes tenger alatti világgal, de ez egyben egy kemény dráma is, ahol megismerkedhetünk olyan kapitánnyal, aki megutálta a háborúktól dúló világot, és nevéről és minden másról lemondva leköltözött a tenger alá. Az előadás főszerepét, azaz Nemo kapitányt, Huszta Dániel alakítja. A Nemo kapitánynak a gonoszságát szerettem volna átadni, illetve a veszélyességét, mert hogy de tulajdonképpen ezt se igazán lehet eldönteni, hogy a Nemo kapitány az a főhőse az előadásnak, vagy pedig a negatív, a fő gonosza az előadásnak. Ez mind a kettő egyszerre, és tehát mivel hogy mindenki jót játszik, ezért én megpróbáltam a rossz fiút játszani, és ezt próbáltam, de nem lehet ilyen simán eljátszani, mert olyan sok rétege is van ennek a Nemo kapitánynak, hogy akárhogy csináljuk, kibukik belőle az igazi ember is. Musical formában először van bemutatva ez a darab. A zeneszerzők igyekeztek könnyebb, emészhetőbb, valamint emlékezetes, fülbemászós melódiákat használni. A zene stílusainak szerteágazó palettája tárult a nézők elé a musical során. A swing, jazz hangzásoktól egészen a musical és nagyzenekari hangzásokig, de még metal, gitáros rock számokat is hallhatnak a nézők. Mindig igazából egy hatalmas kihívás, amikor nem egy specifikus műfajba kell, hogy mozogjunk, hanem egy kicsit eklektikusabbak vagyunk. Egyrészt tehát műfajilag is egy kicsit eklektikusabb a dolog, tehát szétszórtabb, másrészt viszont gondolom, hogy olyan irányba kell gondolkodnunk zeneszerzőként, hogy a kisgyerek is élvezze, meg a nagymama is. A darab központi témája háborúk, amik ma is körülvesznek minket, de emellett több témát is megragad. Számomra az volt a fontos, hogy legyen egy olyan hely, ha már ezek lemennek a víz alá,
ahol kialakítanak egy úgymond kreált világot, ahol mindenki egyenrangú, névtelen, ami nagyon fontos, rangtalan, tehát hogy ezek a úgymond pozíciók is csak egy formális dolog, és hogy van egy olyan hely a víz alatt, ahol ugye egy terápia jelleggel kiéneklik belül magukból azokat a traumákat, fájdalmakat, amiket ugye szereztek a szárazföldön. A musical családi programnak készült, mely egyaránt érdekes lehet a fiatalok, de az idősebb korosztály számára is. A Régi Mese című cseh előadással nyitották meg vasárnap este a 30. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált Szabadkán. A szemle 6 napja alatt összesen 14 gyermekeknek készült produkciót mutatnak be Európából és Ázsiából. A fesztivál pénteken zárul. Jubilál a Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, idén rendezik meg ugyanis 30. alkalommal. Színes program várja a legkisebbeket, és ami fontos, mindenhova ingyenes a belépés. Belépesült a Szabadkai Gyermekszínház nézőtere a fesztivál vasárnap esti megnyitójára. Stefan Bakitja, a város polgármestere kiemelte, ez a szemle a város brandje, amire büszkék vagyunk. A fesztivál daje svojim prelepim predstavama jedan veliki prostor našoj deci da svoju kreativnost, maštovitost pretoče u umetnost. Dragana Milosevic, vajdasági művelődési titkár arról beszélt, hogy milyen jelentős jubileum a 30 év, különösen ha az áldozatos, kitartó és folyamatos munkára gondolunk, amelyet a gyermekeinkért végzünk. Ove godine imamo priliku da ugostimo na ovom festivalu 14 teatara iz 12 zemalja. To svedoči samo o činjenici koliko je ovaj festival izuzetno važan. Életművéért kis hercegdíjat vett át a megnyitón a szarajevói születésű Amela Vucenovic és a ljubljanai Jelena Szitár, a bolgár Bonyo Andrejev Lungov pedig később kapja meg az elismerést. Idén adták át első alkalommal az Otton Tománygy díjat, amelyet a gyermek és ifjúsági színház területén dolgozó szaktekintének ítélnek oda a színházi gondolkodása elismeréseként. Az első ilyen díjazott dr. Zorán Gyerigy. A Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválra nem csak a régióból, hanem távolabbról is érkeznek előadások, például Kínából, Dél-Koreából, Portugáliából és Észtországból. Magyarországról is lesz produkció. A Harlekin Báb Színház előadását mutatják be szerdán, Paprika Jancsi és az Ördög nyelve címmel. A részletes program megtalálható a lutfestszubotica.net oldalon. Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek elnevezéssel nyílt fotókiállítás a Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban. A tárlat a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációjáért alapítvány fotópályázatának alkotásait tartalmazza. A kiállítás a keresztény értelmiségi kör és a KNESA szervezésében valósult meg. A tárlatot Szabó Hangya Terész, a keresztény értelmiségi kör elnökségi tagja nyitotta meg, valamint a Röszgő Citener zenekar előadása is színesítette a programot. Azt mondhatjuk el, hogy megmozgattuk egész Kárpát-medencét, hiszen nagyon sok helyről érkeztek be ezek a fotók. Most jelenleg itt Magyar Kanizsán 28 darab fotó van kiállítva. Délvidéki fotóművészek is küldtek be erre a pályázatra alkotásokat, amelyek helyezést is értek el, úgyhogy mi is büszkék vagyunk, hogy Délvidéknek is sikerült díjat elhozni ezen a fotókiállításon. És hát maga a téma Ferenc pápa és a Csíksomlyó, valamint a Kárpát-medencei keresztény értékek.
Ivana Bulet a szerb távolugró nyerte a Gyémánt Liga döntőjét az amerikai Eugene városában. A szerb sportoló 6,85, majd azután 6,77 méteres ugrással szerezte meg a győzelmet és a bajnoki címet a nigériai Esebrummal szemben. Mindkét versenyző első körben 6,85-öt ugrott, ebben az esetben a versenyző második legjobb ugrása számít. A szerb távolugró jobban teljesített, második legjobb ugrása 6,77, a nigériai sportolói 6,69 méter lett. A bronzérmet az amerikai Kwanisha Burke szerezte meg 6,77 méterrel. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap legfontosabb hírei röviden. Szerbiának felül kell vizsgálnia a migrációs politikáját, hangsúlyozta Pásztor István közügyek című hírháttérműsorunkban. Újabb termékek lesznek olcsóbbak Szerbiában. Új mentőautóval gazdagodott a Szabadkai Egészségház. Ökumenikus kenyéráldással, közös imádsággal és a magyar himnusszal nyitották meg a vajdasági magyar ünnepi játékokat Palicson. Köszönjük a figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!